első alkalommal kerül megrendezésre a Fusion Sport Motivation. Honnan is kapta a nevét? Kezdjük először innen. A Fusion, mint alapnév, nagyon szerettem volna egy olyan nevet találni ennek a rendezvénynek, ami nyilván megjegyezhető, rövid, erős, dinamikus név, és mivel amúgy is a fúzió korát éljük, így mindenben, divatban, zenében, sportban, ezért azt gondoltam, ez egy remek alapnév, és akkor így jött hozzá a Sport Motivation, ami ebben a mai rendezvényünk tekintetében ugye a sportot és a motivációt kapcsolja össze nagyon szorosan. Miben más ez a rendezvény, mint mondjuk a többi hasonló, nagyobb szabású rendezvény? Mire ezt így megválaszolnám, ezt kicsit így az előzményekhez így hozzáfűzném, hogy ugye ez az Airforce One TSE Hungary szervezésében zajlik, és aki részt vett már Airforce One rendezvényeken, vagy egy másik Fusion rendezvényen, akkor ez érezheti, tudhatja, hogy ezeknek az eseményeknek van lelke, üzenete, úgyhogy nagyon alaposan részletgazdag, és mind programban, mind pedig így eszmeiségében. De most megválaszolva a kérdésre, hogy ez miben más, mint a többi. Az egyik az az, hogy itt az előadókat nem csak elhívtuk órákat adni, hanem beszélünk velük az életükről, hogy miért pont azt a sportágat választották, amiben elérte a legnagyobb sikereket, illetve olyan témákat is feszegetünk, hogy például amikor az életében, a sportkarrierében voltak kudarcok, vagyis hát ilyen nehézségek, hogy ezeket hogy dolgozta fel, hogyan tudott ezeken túllépni, hogy ebből is erőt merítsünk. Nyilván ezek a beszélgetések ugye rögzítésre is kerülnek, hogy ne csak a helyszínen halljuk ezeket, hanem majd a későbbiekben is vissza tudjuk nézni, és további motivációkat tudjunk ebből meríteni, illetve különböző sportmotivációs idézeteket, üzeneteket vetítünk ki a nap folyamán, ami még egy plusz doping lehet az ide látogatóknak. Ugyanez még az első alkalom, de lehet-e beszélni majd folytatásról? Terveztek-e közeljövőben még programot, és ez mikor lesz majd? Így van. Ez a Fusion Sport Motivation, ez minden évben egyszer kerül megrendezésre, ez minden év szeptemberében lesz, tehát ennek a szeptember lesz így a hónapja. Ezt most felfoghatjuk egy ilyen nyárzáró, őszindító rendezvénynek, tehát így visszajövünk a nyári ellazulásból, és akkor újra egy nagy lendületet vehetünk a sportban ennek segítségével. És jól tudom, hogy van egy társ rendezvény, ami ilyen tánc, inkább a táncra fektet hangsúlyt? Így van, ugye jó magam is a táncvilágából jövök, mint táncoktató edző, táncpedagógus, én ugye ebből a vonalból vagyok, és az Airforce One TSE Hungary megszervezte a Fusion Dance Contestet, ami már a második alkalommal került megrendezésre idén áprilisban, és igazából ez a rendezvény, ez ennek a folytatás, ennek a testvér rendezvénye, így kéz a kézben jár. Tehát ugye ezen a hétvégén is lesz egy ilyen modern tánc szekció, egy szelete ennek a rendezvénynek, tehát nyilván itt már nem a táncra épül, de a tánc is megtalálható a programban, mind fellépés tekintetében, mind pedig óraadásban. Köszönjük szépen! Köszönöm!